A Pince Színháznál maradva nem csak Arany Jánosra emlékeznek, hanem a szintén 200 éve született Tompa Mihályra. A két költő egyébként jó barát is volt. A Nincs talán még elfeledve a dal című Tompa Mihály költő református lelkész életútját bemutató kiállítás október 6-án nyílt meg. Az aradi vértanúk emléknapján az intézményben egyszer emlékeztek meg a szabadságharc hőseiről, a reformáció 500. évfordulójáról és a költőről. 10 éves koromban adta kezembe édesapám ezt a Tompa kötetet, amelyből két verset választottunk ki. Az egyik a madár fiaihoz volt, a másik a gólyához. Talán a legismertebb versei Tompa Mihálynak. Ez utóbbival neveztem a kerületi ferencvárosi versmondó versenyre. Már a versmondás alatt éreztem, hogy megfagy körülöttem a levegő. Nem jutottam tovább, pedig szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy nem mondtam rosszul a verset, de a 60-as évek derekán szinte mindenki Váci Mihály még nem elég című versét szavalta. A zsűri természetesen a versválasztást kifogásolta. Te boldogabb vagy, mint mi jó madár, neked két hazát adott végzeted, nekünk csak egy volt, az is elveszett. Azt hiszem, nem kell magyaráznom, mi volt a probléma a versválasztással. Számomra ez a két vers akkor lett, és azóta is a hazaszeretet leggyönyörűbb megnyilatkozása. És ma, amikor az aradi vértanúkra emlékezünk, nekem ezek a sorok jelentik október 6-át, de ugyanúgy jelentik június 4-ét és november 4-ét. És jelentik azt a mély szomorúságot, amit akkor érzek, amikor átlépem a határt, ha Felvidékre, Kárpátaljára, Délvidékre vagy Erdélybe utazom. Minden lirikus kortársa között talán Tompa Mihály találta el legjobban azt a hangot, amely a nemzet szívéhez szólt. A nemzet fennmaradása iránt érzett aggodalmának pedig sajnos ma is megvan az aktualitása. Végül engedjék meg, hogy a reformáció 500 éves évfordulóját is felidézzem a református lelkész Tompa Mihály alakjával, egy rövid anekdotával, amely Panka Károly Tompa Mihály az anekdoták tükrében című gyűjteményében jelent meg. Tompa pompás rögtönző szónok volt. Maga írta Aranynak. Meg kell adni, hogy könnyen papolok. Improvizálni a csalásig tudok. Nyelvem jó, pereg, mint az orsó. Néha olyan jól beszélek, hogy sajnálom, hogy az egész beszéd elvész. És ha már a prédikátor Tompa Mihályról esett szó, az 500. évforduló jegyében a reformáció művészetekre gyakorolt hatásáról is beszélt Pál László lelkész. A magyar reformáció hatása a nyelv fejlődésében és a művészetekben is kifejezésre jut. Szépen mutatja ez be a Nemzeti Múzeumban még látható Ige idők, a reformáció 500 éve című kiállítás. A 200 éve született Arany János és Tompa Mihály egy-egy kiemelkedő alakja költők és írók hosszú sorának, akiket a kerek évforduló kapcsán emelünk ki. Tompa Mihály számunkra, reformátusok számára elsősorban az, akinek mondja magát Pogány Karolinához írt verses levelében. Ő az, aki lant és Biblia, e két szent barát, karján ringatja boldogan magát. Én az egyszerű nép őre vagyok, mondja magáról, majd így folytatja. Enyém jó és bal sorsának fele, örülök, sírok részvevőn vele, s az elhagyott népet mi isteni, növelni, oktatni, deríteni. Nem feladatom munkásságának méltatása, így hát Imolai Lenkei István írása néhány sorának idézésével csupán utalok a történelmi korszakokra, amelyekben élt. A reformkorban nem csak kitűnő barátokra, pályatársakra lelt, hanem életét és szolgálatát a haladás irányába állította. A demokratikus eszmék szószólója volt. Ostorozta a maradi, a tunya gondolkodást és életvitelt.
a szabadságharc időszakát világünnepnek tartotta, és a forradalom lelkes hangját a nemzeti célok szolgálatába kívánta állítani. A Habsburg abszolutizmus éveiben került legközelebb népe, nemzete érzésvilágához. Munkásságával, mely nemzeti hivatást jelentett számára, missziót töltött be. Egy egész nemzedéket bíztatott, fiaim, csak énekeljetek. A 19. században, s valameddig a 20. században is olvasott és idézett költő volt. A jubileumi év kapcsán újra felfedezhetjük. Megtanulhatunk vágyakozni költészete után, ami a miénk. A kerek évfordulók évében őt is jobban a magunkénak tudhatjuk. És hogy jobban megismerjük, újra felfedezzük Tompa Mihályt, e cél érdekében tartott előadás Kovácsné Pázmándi Ágnes, vele beszélgettünk a költőről és lelkészről. A nagy reformkori költőknek méltó kortársa, Aranynak Petőfinek, jóba is voltak, és a hazafias költészetnek valóban ő az egyik ikonja. Hogyha ezek mentén beszélgetünk egy kicsit, milyen szerepvállalásai voltak, vagy milyen jelentősebb szerepvállalásai voltak a reformkorban? Az irodalom megújítására törekedett, ugye ő is az Athénaeum körnek volt a tagja, és amikor úgy látta, hogy mégiscsak háttérbe kell vonni, akkor lelkipásztorként szintén azt az erkölcsi, szellemi megújulást képviselte, amit a reformkor, és ő ezt hivatásként is élte meg, és amikor eljött az idő, hogy a csatában is részt vegyen, akkor ott is nemzetőrként, mint tábori lelkész ott volt az övéivel, ugye azokkal a fiatal emberekkel, akik vállalták a csatában a halált is. Mennyire bonthatok külön a lelkész és a költő, vagy milyen összekapcsolódásai vannak ennek a két minőségnek, és mik voltak ennek a két? Hát én semmiképpen nem választanám szét, ugye írja Pogány Karolinához, hogy az ő két munkaeszköze a lant és a Biblia, és ezt azt gondolom, hogy ő is így gondolta, hiszen a verseiben az Isten közelség és az Isten szeretet ugyanolyan szerepet kap, mint prédikációban a természet szeretet vagy a haza szeretet, amiről prédikál, tehát semmiképpen nem választható el a kettő. Milyen prédikátor volt ő, és milyen költő volt ő? Hát ugye nagyszerű szónok volt, és kiváló prédikátor. Erről olvashatunk a levelezésben, anekdotákban. És nagyszerű költő. Azt mondják az irodalom történészek, hogy talán nem bírt akkora képességgel, tehát az epikáját illetően, mint mondjuk Arany János, tehát olyan hosszabb epikus műveket írni, de például, amikor Arany János megnyeri a Toldival a pályázatot, ugyanakkor ő a második helyen van egy bizonyos Szuhai Mátyás című epikus költeménnyel, úgyhogy azt hiszem, hogy egyenrangú társai kortársainak és barátainak. Az irodalom történészek epikus és lírai költészetét különböznek meg, a szerelmi költészetét azt nagyon minimalizálják, és utána pedig az allegorikus költészet, ugye amikor a szabadságharc bukása után nem beszélhet nyíltan, és akkor születnek meg ezek a csodálatos költeményei a Gólyához, a Madárfiaihoz, a Levél, a Kivándorolt barátom után, tehát akkor allegóriákban írja meg azt, amit közölni szeretne. A Madárfiaihoz. Száraz ágon. Hallgatok ajakkal, meddig ültök, csügget madar. Nincs talán még elfeledve a dal, melyre egykor tanítottak. Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő a víg ének s régi kedvetek. Legyen a dal fájdalmas, merenny. Fihai, csak énekeljetek. Nagy vihar volt. Feldúlt berkeinken enyhe, árnyas rejtek nem fogad. És ti hallgattok? Elkészültök innen? Itt hagynátok bús anyátokat?
Más berekben másképp szól az ének, ott nem értik a ti nyelvetek. Puszta bár, az otthonos vidéknek fiaim, csak énekeljetek. Hozzatok dalt emlékül a hajdal lomb s virággal gazdag tájról. Zengjétek meg a jövőt, ha majd de kopárföld újra felvirul. Dalotokra könnyebben derül fény, hamarabb kihajt a holdberek. A jelennek búját ékesítvén, fiai, csak énekeljetek. A bokorban itt az ősi fészek, mely növelte könnyű szárnyat. Megpihenni most is abba tértek, bár a fellegek közti járjat. És most, hogy a szél össze-vissza tépte, úgy tennétek, mint az emberek? Itt hagynátok, idegent cserélve? Fiaim, csak énekeljetek!